Ficsor József, a KUN Összefogás Konzorcium elnöke nyitotta meg szeptember 8-án délelőtt Kunszálláson, immár harmadik alkalommal a KUN Önkormányzatok napját. A vendégek köszöntése után a Kiskun és a Nagykun települések polgármesterei, valamint küldöttjei a Petőfi rendezvény és faluházba mentek át, ahol Kis Jenő Kunszállásról elszármazott festőmunkáit tekinthették meg. Úgy gondolom, hogy ahogy itt láttam az érkezések sorában, hogy elég sok település eljött, több mint 20 település képviselteti magát, különböző szinten természetesen, de örülök annak, hogy jelentkeztek kulturális és hagyományőrző csoportok is, ugyanis a Kunszálláson itt a színpad felállításra került, és akkor fel tudnak lépni, és akkor be tudnak mutatkozni. Külön köszönöm Kunszállásnak, hogy ebben az évben helyszínt adott a KUN Önkormányzatok napjának, ugyanis azért fontos ez, hogy ezt minden évben megszervezzük, mert magát a KUN-ok világtalálkozóját csak 3 évenként szervezzük meg, de úgy éreztük mi Kiskun és Nagykun települések, hogy legyen egy nap minden évben, amikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Kiskun és Nagykun települések találkozzanak. A KUN-ok 772 éve élnek itt a Kárpát-medencében, és azért ezeknek a településeknek fontos, hogy tudják, ismerjék a múltjukat, és ezen múlt ismerete kapcsán ápolják azt, őrizzék a hagyományokat, és ha már ismerjük a múltunkat, akkor úgy gondolom, hogy a jövőt is bátrabban tudjuk tervezni. Egyrészt, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy egy KUN ember számára fontos az elődeinek az értékeit megbecsülni, megmenteni, megőrizni, és hát azért ezt a KUN identitást tovább ápolni. Az ezt követő kulturális program keretében KUN Attila hagyományőrző tartott bemutatót a harcos KUN-okról. Előadásában, melybe a gyerekek is bekapcsolódtak, a KUN-ok népviseletét, valamint a történetüket foglalta össze. Az előadás mellett a Radnai téren és a környező utcákban a gyerekek íjászversenyen vehettek részt, míg a felnőtteket citera muzsika várta. Tavasszal a konzorcium döntött arról, hogy az idén is megszervezi a harmadik KUN Önkormányzatok napját, és hát mi tudva azt, hogy a következő két napban a településen falunapokat ülünk, ezért felajánlottuk tavasszal a konzorciumnak, hogy ingyen és bérmentve helyet adunk ennek a rendezvénynek, mint Kiskun település is, és mint úgymond egyfajta költségkímélő dolog a konzorcium részére, hiszen nekünk annyi volt a dolgunk, hogy egy nappal előbb készítettük el a rendezvény sátrakat, hangosítást, stb. Tehát mindenképpen szerettünk volna a konzorciumnak is segíteni, és természetesen, ahogy említette, nem utolsó sorban az is nagyon fontos, hogy a településünk hírét vigyék szert a KUN, Kis- és Nagykun településeken ezáltal. Mi igyekeztünk egy-két olyan jellegzetes KUN hagyományokra épülő programelemet is beépíteni ebbe a KUN Önkormányzatok napjába, azon túl, hogy természetesen a Kis- és Nagykun településekre ideérkező delegációk és hagyományőrzők, fellépők, műsorai is színesek, amik még jobban elmélyítik a KUN népi hagyományokat. Úgy általánosságban mondanám el azt, hogy maguk az önkormányzatok mennyire összetartóak, nem gondolom, hogy nagyon. Sajnos egy picit ez a rohanó, válságos világ szétzillálja a települési életet, és innentől kezdve nagyon-nagyon kevés energia és lélek és szív jut arra, hogy egymás települései iránt fogékonyabbak legyünk. Ennek ellenére úgy ítélem meg, hogy ez a rendezvény a korábbi évekhez képest sikeresnek mondható, hiszen több Kis- vagy Nagykun település érkezett ide, mint az elmúlt években. Meglepő módon természetesen, mivel a Kunszállás közelségében jóval több Kiskun önkormányzat van, jelentős részük a Kiskunságból érkezett. Egyébként is a Kiskun települések, ugye több mint 30 ilyen település van, és a Nagykun település csak 9, de érkeztek a Nagykun települések közül is, és nagyon kedves, örömteli hír az, hogy a Vajdaságból, Szerbiából is érkezett oda elszármazó KUN település Bács-Fekete-1. Ilyenkor az önkormányzatok képviselői
megbeszélnek egymás között dolgokat, vagy csak végigüldik a programokat? Én hiszem, hogy nem csak végigüldik a programokat, ez kifejezetten igyekeztünk olyan programokat összeválogatni, hogy ezek tartalmasak, szórakoztatók legyenek, és ne csak végigüljék a programokat. Ugyanakkor egyfajta szakmai munka is zajlik, hiszen készülünk jövőre a második Kun világtalálkozóra, és itt már hangoljuk össze egymás rendezvényeit, hangoljuk össze a kapcsolatokat, hangoljuk össze a fellépőket. Tehát én mindenképpen ezt egy tartalmas műhely munkának ítéltem meg, és ennek jegyében kezdtük el a szervezését is.